A műsor dekorációját a Főtéri Városi Virágbolt biztosítja. Népzenével, könyvbemutatóval és egy humoros színházi előadással is találkozhatnak azok, akik ma este minket választanak. Köszöntöm Önöket, ez a Kultúrkép, a Halas Televízió kulturális magazinja. Már is ennek a részletek, kérem tartsanak velünk. Amerikában születtek, mégis a magyar népzene a kedvencük. A Folkesték sorozat keretében adott koncertet városunkban a Sarjú Banda. Érdekesség, hogy a 10 éves fiatalokból álló zenekar két tagja is az USA-ban született, de családjuk jóvoltából már egészen pici koruktól a magyar népzene bűvületében éltek. Kora estétől egészen másnap hajnalig tartott a 2018-as év utolsó folkestje a Közösségek Házában. A népzenei program sok érdekességet tartogatott a közönség számára. Az est főszereplőit, a Sarjú Banda tagjait a Fölszállott a Páva tehetségkutató műsorban ismerhette meg az ország. A 10 éves fiatalok eredetileg egyénileg versenyeztek, ám a műsor után olyan jó barátok lettek, hogy megalapították közös zenekarukat. Mi indultunk a 2015-ös Fölszállott a Páván, és táncház találkozón áprilisban volt egy páva gála, és azon egyfolytában csak muzsikáltunk a háttérbe, és nem tudtunk szétszakadni, úgyhogy eldöntöttük azt, hogy inkább csináljunk zenekart, és együtt muzsikáljunk, mint hogy összegyűjünk ilyen a fellépéseken, és együtt muzsikáljunk. De mindkét féleképpen tudunk muzsikálni, csak így többet tudunk. És akkor nem volt bőgösünk, meg másodprímásunk, és akkor így jött a két kisöcs, én öcsém Balázs, és a Sanyika öccse Feri. Érdekesség, hogy a banda két tagja, Laci és öccse Balázs is Amerikában született, azonban halasi gyökerekkel rendelkeznek. Nagypapájuk Magyar Kálmán Kiskunhalason született a 40-es évek közepén. 62-ben kimentem Amerikába, és 50 évet ott éltünk Amerikába. Gyerekek, a gyerekeim és a unokáim is ott születtek, úgyhogy most visszahoztam őket Kiskunhalasra, és hát ez egy nagy izgalom számomra, hogy itt a helyi igazi én közönségemben, mondjuk az én falumban, én városomban, az én unokáim tudnak zenélni, azoknak az embereknek, akik most itt élnek. Az én családom 150 éve már itt élt Kiskunhalason, mi voltunk az egyetlenek, akik kimentek Amerikába, és nagyon nagy izgalom számomra, és nagyon nagy öröm, hogy az én unokáim megtartották az identitásukat, a magyarságtudatukat, ami nagyon fontos, és ez úgy sikerült valahogy, hogy mi nem, soha nem adtuk azt fel, hanem mindig a népi kultúránkra koncentráltunk, és sikerült úgy a gyerekeinek, mint az unokáinak bemutatni azt, hogy milyen fontos a népi kultúránk, és milyen nagy érték az, és az identitásunknak milyen nagy része az, hogy ilyen gyönyörű szép népdalaink, néptáncaink és népzeneink van. A zenekar legfiatalabb tagja még csak 11 éves, hangszert először 3 éves korában fogott a kezébe. Azt mondja, hatalmas élmény számára a magyar népzenét játszani. Azért szeretem, mert tovább lehet élni ugyanúgy még mindig most is a hagyományokat, és nagyon szeretem így barátok közt játszani, és élvezetes. Valamikor voltak olyan koncertjeink, hogy
az öreg, a régi ős zenészekkel játszottunk, és nagyon élvezetes volt. A szervető hazai ruhamárka legújabb kollekciója is fontos szerepet kapott a folkesten. Halasi amatőr modellek mutatták be a népi motívumokkal díszített darabokat. Az biztos, hogy a Sarjú bandánál tervekből sosincs hiány, már több komolyabb turné is körvonalazódik a fiatal zenészek számára. Ma másodjára hívtak ki Tájvánba, de édesapánk úgy döntött, hogy mi egy kicsit fiatalak vagyunk ahhoz, úgyhogy visszafogott, de amúgy mi nagyon szívesen mennénk, és nagypapám is nyakig benne van abban, hogy vigye minket turnékra meg. Úgyhogy most lejutunk vacsorázni, és mesélt, hogy hát nekem már terve van, Sarjú banda amerikai turnéja. Apa meg így rázta a fejét, hogy mik lesznek itt. Egy maréknyi fűszer, ez a címe Kecsmár Szilvia írónő első regényének. A könyv érdekessége, hogy kis történetekből áll össze egy teljes egészé. A Martonosi Pál Városi Könyvtárban egy jóhangulatú író-olvasó találkozó keretében ismerhette meg a kiadványt a halasi közönség. Egy első regényét jegyző író mutatkozott be a Halasi Könyvtárban. Kecsmár Szilvia korábban novellákat írt, ám most a kis történetekből összeállt az Egy maréknyi fűszer című kötet. A regény azokat az országokat járja be, ahol a szerző is megfordult. Először novellás kötetet szerettem volna megjelentetni, és eleve úgy készültem, tehát vannak a regényben olyan elemek, amik novellának készültek, és aztán Indiában járva egyszer csak összeállt egy egész történet, és így lett regény. Én nagyon remélem, hogy minden korosztály talál benne valamit, és kellően érdekesnek találja. Próbáltam úgy megírni, hogy szórakoztató is legyen amellett, hogy esetleg inspirálhatja is az olvasót. Kecsmár Szilvia jelenleg a doktori disszertációján is dolgozik. A női irodalom a specialitása, regényének főhőse is egy nő. Emmi a főszereplő elmegy Indiába, egy asramba, és egy tűzszertartáson vesz részt, ahol miközben dobálja be a fűszereket a tűzbe, szembesül a múltjával, és azokkal az állomásokkal, amik meghatározzák az életét, a korábbi életét, és így elevenedik meg Párizs, Brüsszel és Budapest is. A regény bemutató író-olvasó találkozón Palásti Károly beszélgetett a szerzővel, a tanár úr velünk is megosztotta a kötettel kapcsolatos gondolatait. Nem ismertem az írónő munkáit. 2018-ban jelent meg az első regénye, a Maréknyi fűszer, és nagyon nagy várakozással fogtam neki, hogy egy pályakezdő írónőnek a regénye milyen lehet. És kellemes csalódás volt, olyan, mint egy beszélgetés, aki megjárta Párizst, Brüsszelt és Indiát, és most elmond mindent róla, amit ott tapasztalt. A szerző fiatal, és ez azt jelenti, hogy nagyon közvetlen hangon beszél minden aktuális problémáról. Tehát, hogy ezt a könyvet valaki 20 év múlva a kezébe veszi, akkor tudni fogja azt, hogy 2018-ban miről beszélgettünk. Uniós csatlakozásról, várakozásainkról, migráns kérdésről, minden olyan benne van, ami itt a 2018-as magyar embert foglalkoztatja. És attól függetlenül, hogy ennyire fiatal a írónő, mégis van több olyan bölcselkedő mondata a regénynek, amit nem lehet elfelejteni. Az egyik ilyen például az, hogy azt mondja, hogy a szavaink kövek, amiket elejtünk, de egyszer majd találkozni fogunk velük az úton. Ha műfajilag kellene meghatározni ezt a regényt, akkor azt mondanám, hogy kettő dolog jut eszembe, nem, három. Útleírás, beavatásregény és fejlődésregény. Amíg az olvasók ismerkednek az Egy maréknyi fűszerrel, az írónő már újabb munkába fogott.
Egy nagyon régi regényemet fejezem most be, ezt körülbelül 10 évvel ezelőtt írtam, és valamiért félbehagytam, és most úgy érzem, hogy itt az idő, hogy befejezzem. Úgyhogy igen, a regény vonalon megyek tovább. De azért írok novellákat is, mert vannak olyan találkozások, vagy olyan momentumok, amik regényben nem kívánkoznak, viszont túl jók ahhoz, hogy csak úgy hagyjam elveszni őket. És még maradunk mindig egy picit az olvasásnál. A második világháború borzalmairól eddig talán még nem hallott részleteiről mesél az a könyv, ami a Bibó István gimnázium egyik diákjának legfrissebb olvasmányélménye. A fiatalember most elárulja önöknek, mit is szeret ebben a kiadványban. Én Sven Hasseltől hoztam a Kározottak légióját. Magáról a könyvről azt kell tudni, hogy Hassel játssza a főszerepet benne, és az egész könyv a háborús, második világháborús tapasztalataira, élményeire alapul. Az íróról annyit, hogy 1917-ben született Dániában, majd a nagy gazdasági világválság idején Németországba emigrált, ahol 6. próbálkozásra honosított németként belépett a 7. lovasezredbe a Wehrmachtban. Utána a Lengyelország lerohanásánál rájött a háború borzalmaira, és ezért dezertált, majd koncentrációs táborba került, és az életét az mentette be, hogy egy Oroszországba induló büntetőezredbe, a 27. büntető harckocsi ezredbe besorozták, akik mindig az élen harcoltak, vezették a sort, és visszamulláskor ők alkották a hátvédet. Végigkövethetjük a háború borzalmait, nagyon életűen írja le a csatákat, minden egyes pillanatában ott lehetünk maga az író mellett, és a bajtársai szenvedését is végigkövethetjük. Izgalmasabbnál izgalmasabb jelentekbe csöppenünk bele. A háború mellett a civil életbe, a katonák otthoni gondolataiba is bepillantást nyerhetünk. És hogy kinek is ajánlanám ezt a könyvet? Azoknak, akik nagyon szeretik a második világháborút, és szerintem az a legnagyobb előnye ennek, hogy magát a világháborút nem a győztesek oldaláról követhetjük végig, hanem egy német katona által, aki a frontot megjárva döbben rá a világháborúra, ugye az egész borzalmára, és kiábrándul a rendszerből. Szerelem, humor, félreértések és sok-sok nevetés. Így jellemezhetnénk legkönnyebben az őszi színházi évad legutóbbi előadását, melyet Kaviár és Lencse címmel láthatott a publikum. A darabban neves színészek szórakoztatták az érdeklődőket bő 2 órán keresztül. Kurrátozz magad a harmadikon! Majd a patikusné megkeneget. Valéria, ha a patikus... Fordíts! Baromdisznó! Viorella alszik. A Halasi őszi színházi évad második előadását Kaviár és Lencse címmel tekinthette meg a publikum a Pesti Művész Színház jóvoltából. A történet Nápolyba repítette a közönséget erre az estére. Ezeknél a prózai végjátékoknál azért mindenkinek nagyon fontos szerepe van, de valóban nagyon sokat van nálam a labda, és hát sok múlik rajtam, ahogy a rendező Márton András rendezte a darabot, mondta, az én kezemben van a gyeplő, tehát nekem azért tényleg nagyon hangsúlyos részem van abban, hogy milyen tempót vesz a darab, milyen ütemben hangoznak el a poénok, de nagyon örülök annak, hogy alapvető nagy dramaturgiai változás nem történt benne, tehát tulajdonképpen az eredeti Nápolyban játszódó olasz vígjátékot kapják, amerre járunk a nézők, amit évtizedek óta műsoron tartanak bárhol. Kedve papír, nem? Az a fejemben. Jól esik a testednek, ugye? Jó. Meg valami lábbeli is kellene. Hát... De hagyjuk. Ahogy Bölcs Salamon mondotta, sose kérdezd az időnek múlását. Mindörökkön megmarad a te fiatalságon. Asszonyok! Valériát, a darab egyik legmeghatározóbb női karakterét Fogarasi Bernadett alakította. Úgy fogalmazott, mindig arra törekednek, hogy olyan vígjátékot mutassanak be, ami közönség sikernek számít. Megmondom őszintén, hogy nem magamnak választottam darabot most, hanem pontosan a színháznak. Tehát én láttam ezt a darabot, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ez eltér a mostani, tehát a legutóbb bemutatott daraboktól. Tehát ugye leginkább egy ilyen, mindig arra törekedünk, hogy olyan végjátékot mutassunk be,
ami ugye a közönségnek kikapcsolódást jelent, örömteli, felhőtlen szórakozást. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan darab, ami nem feltétlenül ez az ajtócsapkodós, csak arra kihegyező darab, hogy most mindenféle vicceket beletegyünk, hanem ez annál komolyabb, de mégis vígjáték. Ez ki? Egy nagypapa. Ki? Hát mit tudom én? Leonida úr rendelte, megmondta, hogy körülbelül. Milyen legyen meg, hogy 11-re érkezzen? Leonida! Sáfár Anikó igazi nagyvilági hölgyként állt közönség elé, mint elárulta, a közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját. Fölvállalom, kénytelen vagyok, élek, hál' Istennek, jól vagyok, játszom, foglalkoztatnak, és ezt nagyon köszönöm a Pesti Művészszínháznak, hiszen amikor abba maradt a rendszerváltáskor a pályám, ugye, akkor elég nehezen tudtam visszakerülni a szakmába. Úgyhogy, és a Pesti Művészszínháznál megkaptam szoknya egy nadrágba, a Kamilla szerepet, ami szintén énekes szerep volt, és az, ugye azóta is énekes, tehát a Csókos asszonyban, akkor a Cirkusz hercegnőben, a Mágnás Miskában, a Csárdás királynőben, tehát zenés darabokban játszom, vagy operettekben, és ez egy nagy boldogság számomra. Csókolják meg egymást! Béküljenek ki! Asszonyom! És itt egy beteg a halál tusáját hívja! Ő lesz a legboldogabb, akkor adhatja vissza a lelkét a teremtőjének, ha a családjában helyreáll a béke és a szeretet! A bonyodalmak fő okozója Matild, aki sok-sok humorforrást biztosít a jelenetek alatt. Ő a vécés néni, ahogy a mi köreinkben mondják, ez az ittszer szerep. Ő a családfőnek a testvére, és minden turpiságban részt vesz. Nagyszerű szerep, nagyon szeretem. Hány óra van? Honnan tudja? A családfő tegnap ajánlotta fel a Vekkert Szent Antalnak. Ebben a házban még a Vekkert is zacibadom. Mi? Mit akarok én még itt? Az én becsületes keresetemmel. Tudd meg, hogy az én fizetésem az egyetlen biztos bevételi forrás ebben a házban. Tényleg? Talán azért vagy itt, nem gondolod? Indulnak az adventi programok, koncertek és egyéb látványosságok lesznek Halas főterén, emellett több kulturális esemény is megvalósul városunkban, amik közül most ajánlunk néhányat önöknek. December 2-án, vasárnap 17 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás Kiskunhalas főterén. Ez alkalommal a Református Egyházad zenés ünnepi műsort Bödecs Pál lelkész vezetésével. Édességből nem lesz hiány, hétfőn délelőtt 10 órakor nyílik meg a Szaki Vasutas Művelődési Házban Krabótné Tanács Anita Mézes Kalács kiállítása. Az ünnepségen fellépnek a Philadelphia Integrált Intézmény művészeti csoportjának tagjai. Újabb előadással várja az érdeklődőket a Forrásúj Tükörklub. A Közösségek Házában december 4-én kedden 18 órakor Paskó Csaba Kelebiai plébánossal találkozhat a közönség. Az atya a luxemburgi szakács világbajnokságon szerzett élményeit osztja meg a jelenlévőkkel. A rendezvény a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Szervezésében valósul meg. Idén is ellátogat Halasra a Mikulás. December 7-ét érdemes beírni a naptárakba, hiszen sok élmény és koncertek várják majd a gyermekeket, felnőtteket az adventi főtéren. Már nem kell sokat aludni a Mikulás napig, így itt az ideje, hogy a gyermekek nekifogjanak az alkotásnak. A rajzokat személyesen lehet majd átadni a Mikulásnak december 7-én a főtéren délelőtt 10 órától. Ezen a napon a Halasi Média és Kultúra Kft. Sokféle elfoglaltsággal várja majd a nagyszakálluhoz érkező gyermekeket. Lesz kisvasút, mézes kalácsütés és kézműveskedés is. A színpadon 16 órától a Líra együttes lép fel, 17 órától pedig Lola érkezik egy akusztikus karácsonyi koncerttel. Kedves nézőink, most vasárnap december 2-án kezdődnek meg az adventi programok Kiskunhalas főterén. Első alkalommal most vasárnap a Református Egyház képviselői gyújtanak majd gyertyát a főtéren. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk ma esti beszélgető partnereimmel. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket. Korábbi ismeretségünkre való tekintettel abban maradtunk, hogy tegeződve folytatjuk a beszélgetést.
Meséljetek arról, légy szíves, hogy vasárnap mivel is várjátok a híveket, nem híveket Halas főterén, milyen programokkal készültök? A most vasárnap az azzal kezdődik, igazából a templomban kezdődik majd délelőtt, amikor az adventi istentiszteleti közösségben fölhangzik az adventi evangélium, és aztán majd innen megyünk kijebb, hát így jutunk majd el a város főterére is, ahol egyébként amúgy hagyományosan ökumenikus közösségben vagyunk együtt. Most olyannyira, hogy a zsidó hitközség is ezen a napon kezdi meg a maga gyertyagyújtását. A lényeg ezeknek az alkalmaknak, hogy most egy nyilvános téren hirdetjük az örömhírt, az eljövetelt, Isten világossága meglátogatja az embert, meglátogatja a világot, ez sok mindent felszínre hoz, és ez az evangélium hangzik majd föl, és hát ez pedig énekekkel és egy kis műsorral körítjük, ahogyan ez szokott is lenni minden évben. Miért fontos ez az adventi időszak az emberek életében? Miért fontos, hogy egy picit ilyenkor lelassítsunk és átéljük ezeket a napokat? Az ünnephez tartozik a készülődés. Ez nagyon fontos megtanulnunk, amit már elfelejtettünk talán, hogy az ünnep sosem akkor van, amikor éppen eljön a napja, hanem sokkal előbb elkezdődik az igazi ünnep. Akár egy születésnapra, ha készülődünk valakinek a születésnapjára, minél fontosabb az illető nekünk, annál korábban kezdünk rá gondolni, és elképzeljük, mit szeretne ajándékul kapni. Hát így vagyunk karácsonnyal is, hogyha rákészülünk, hogyha igazán fontos ez nekünk, akkor jó ezt a 4 hetet erre fordítani, hogy átéljük az ünnepnek az örömét, a közeledését, és ennek megvan az egyházi hagyománya is, meg a segítség is, hogy hogyan is tudunk erre készülni az adventi gyertyagyújtásokkal, amik nyilván szimbolizálnak valamit, és figyelmeztetnek bennünket arra, hogy gondoljunk akár a régi proféciákra, amik beteljesedtek, gondoljunk a magunk életének a nehéz időszakaira, a sötétségre, amiből aztán a világosság támadhat és eljöhet, hiszen az advent a fény felé való közeledést is jelenti. Úgy készülünk a karácsonyra, ahogyan azt igazából kellene, vagy most már ez a készülődés egy egészen más irányt vesz, mint ahogy eredetileg ez volt? Azt gondolom, hogy ennek a veszélye mindig fönnállt és fönnáll, úgyhogy minden évben meg kell hozni a döntést, hogy hogyan szeretnénk ezt. És szerintem az igazi adventi fény az ezt is megmutatja, hogy mi az, ami félrecsúszott esetleg az ünneplésünkben, mi az, ami nem összeegyeztethető annak az egyszerű szépségével, az igazi örömével, az igazi megelégedésével. Egy biztos, hogy az örök elégedetlenség, meg ez a kielégíthetetlen sóvár fogyasztási vágy, ez biztos nem egyeztethető össze, úgyhogy ezen a ponton egész biztos, hogy el kell gondolkodnunk. Lassítsunk le egy picit, forduljunk egy picit magunkba, vagy mi lenne az a jó tanács, amivel megfelelőképpen tudunk készülni az ünnepekre? Egyébként számomra az advent az cseppet sem a lassítást jelenti. Nyilván az fontos, hogy az ember álljon meg abban a szempontból, hogy értékeljen ki dolgokat az életében, ez fontos dolog, de ugyanakkor nagy mozgással is jár ez, ugye egymásnak a fölkeresése, meglátogatása, az egyházi hagyományokban is ez mindig nagy jövésmenéssel jár az advent, tehát ez egy nagyon is aktív időszak, de biztos, hogy megvannak az ellenpontjai, a csendes esték, amikor az ember a gyertyánál, fényénél koncentrál mindazokra a dolgokra, amelyek fontosak, az Isten ígéreteire, az Isten szeretetére, úgyhogy ehhez meg kétségtelenül kell csend és elcsendesedés. Ilyenkor az évvége mindig egy remek alkalom arra, hogy egy picit visszatekintsünk az elmúlt hónapokra. A református egyház szempontjából milyen volt ez a 2018-as esztendő, mi az, amit ki lehetne emelni, hogyan tekintenek vissza az elmúlt hónapokra? Főleg az intézményeink életében egy nagy gyarapodás volt, gondolom csak a központi iskolának a fejlesztésére, az 500 milliós beruházásra. Sokan jöttek hozzánk az iskolákba, az óvodába, jelentkeztek. Számunkra egy megerősítés volt abban, hogy jó úton járunk. Ez volt a 25 éves évfordulója is az intézmények újraindulásának, illetve a gimnázium újraindulásának.
És aztán visszatekinthettünk erre a fejlődésre, hálaadással. Úgy gondolom, hogy ez egy jó év volt. A advent is egy ilyen hálaadással fog eltelni, amikor Istennek megköszönjük a sok-sok áldását a személyes életünkben is, ami volt. Persze voltak veszteségek is, nyilván én édesanyámat elszítettem el ebben az évben, mások is, gondolom, hogy sokan vannak, akik így ezekre a szomorú dolgokra is emlékeznek, de ezt is reménységgel tudjuk tenni. Tehát ez is ok arra, hogy hálát adjunk a reménységért, amiben élhetünk mi keresztények. Arra kérlek benneteket, hogy mivel ugye most vasárnap lesz az első gyertya gyújtásának ideje, egy picit most ezt előlegezzük meg, hagyomány itt nálunk a Kultúrkép magazinban, hogy mindig a vendégeink gyújtják meg az adventi koszorunkon a gyertyákat, ezért akkor Pali, arra kérlek, hogy gyújtsd meg a gyertyát. Árpád, téged pedig arra kérlek, hogy oszd meg a nézőkkel olyan ünnepi gondolatokat, amit így advent elején szíved szerint átadnál a nézőknek. Igen. Pali gondolataihoz kapcsolódva azt szeretném elmondani, hogy az advent az tulajdonképpen annak az időszak, amikor a jövő felé fordulunk, az, amit várhatunk, az eljövendő felé, viszont ennek van egy feltétele, ez pedig az, hogy le tudjuk zárni a múltat abban az értelemben, hogy a veszteségeinket feldolgozzuk. Ez a veszteség feldolgozása a feltétel annak, hogy a jövő felé tudjunk fordulni. Ezért amikor meggyújtjuk az első gyertyát, akkor arra gondoljunk, hogy az Isten szeretete most alkalmat és lehetőséget ad arra, hogy az ő közeledésének a reménységében bízva elengedhetjük azt, ami veszteség, vagy számot vethetünk vele, és a jövő felé fordulhatunk, egymás felé fordulhatunk, és magunkhoz ölelhetjük azt, amit az Isten ajándékképpen elkészített nekünk. Köszönjük szépen a szép gondolatokat, és azt is, hogy itt voltatok velünk ma este, kellemes ünnepeket kívánunk nektek is. Köszönjük szépen. És kedves nézőink, mi mással is zárhatnánk mai adásunkat, mint a Sarjú Banda muzsikálásával. Ezzel köszönöm meg nézőink figyelmét. Egy hét múlva csütörtökön este is válasszanak bennünket, akkor Fehér Erika hoz majd hasonlóan érdekes témákat. További kellemes televíziózást kívánok önöknek. Viszontlátásra!